Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. És megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Mi az ő gondolata, mi az ő terve. Az egerek el tudnak valamit távolítani, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Mit távolítanak el az egerek, vagy a házat, az lehet egy költözködés, vagy ez a ház utalhat a családi kapcsolatokra is, és itt vannak nézeteltérések, vagy valaki eltávozott tőle, lezárt bizonyos kapcsolatokat. Az is lehet, hogy az egerek félelmeket váltanak ki belőle, fél attól, hogy elveszíti az otthonát, hogy elveszíti a biztonság érzetét. Ez a ház jelenthet valamit, amit ő már kiépített. Ez lehet egy saját cég, és itt vannak a félelmek, hogy veszteség lesz. Hogyan érzi magát? A felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. Nem tudja, hogyan tovább. Vannak félelmek, vannak bizonytalanságok. Ami erőt ad számára, az a kutya. Ez lehet persze egy házi állat is, de jelenti a hűséget, hogy te hűségesen ott vagy mellette, segítesz neki, vagy gondol a barátokra, érzi azt, hogy a barátok tudnak segíteni, de mivel a felhő a barátokra is kihathat, lehet, hogy vannak olyan személyek a környezetében, akik segíteni akarnak ugyan, de mégsem viszik előre a dolgokat, hanem olyan helyzetbe hozzák őt, amikor számára minden olyan átláthatatlan, és nincs kiút. Mit fog tenni irányodba? Tulajdonképpen nem a barátok fognak segíteni, akkor is, ha megvan a jó szándék, mert a barátok körül ott megjelenik a felhő. Ha közeledik hozzád, nyitni akarja ezt az ajtót, mert ott kopogtat, illetve arra vár, hogy te nyisd ki ezt az ajtót, akkor jelenti a nyitottságot is, és köztetek kisüt a nap. Ez jelenti a vonzalmat, de jelenti azt is, hogy te adsz tanácsot számára, és te megvilágítod ezt a helyzeted. Átlát akkor bizonyos dolgokon. Mi fűz össze benneteket? Ő áll itt a középpontban. Ő fog döntéseket hozni. Itt látható az ő nyitottsága. Őszintén beszél veled. De elvárja azt, hogy tőled megkapja a segítséget, vagy az elismerést. Ő áll a középpontban. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!